Időtér kép címmel rendezte kiállítást a Bonyhádi Vörös Martin Művelődési Központban. Ahogyan az a címéből is kiderül, az idő a fő téma. Én a régi, közel 100 évvel ezelőtti időig nyúltam vissza, és onnan alkottam meg a munkáimat. Van itt mindenféle, tehát igyekeztem úgy, hogy az idő is benne legyen, tehát festettem órákat, tér is legyen benne, legyenek régi gyerekkori emlékek, élmények, ami úgy a közönségnek is befogadható, és érthető, és akár még szerethető is. Készültünk egy kis meglepetéssel is itt a mai napra, a kiállításra csináltunk egy fenyőfát, ami mellett van egy 50-es évekből egy gyerekbabakocsi, amit még annak idején az Ikarusz gyárba csináltak, egy régi szék, paraszéket újítottam föl, és ez az érdekes fenyőfa, ez 70 darab cipőt tart az ágain, és ezzel is az idő múlását akartam jelképezni, de itt el is gondolkodtunk sokszor, hogy vajon hány pár cipőt koptat el az ember életébe. Lacival itt egy éve készülünk erre a kiállításra. Ő a múltat dolgozta föl, a jelenben találkozunk, és én pedig a jövőre állítottam össze egy fikciót, egy víziót. Úgy gondolom, hogy az idő, mint mértékegység, az egy másik dolog, mint amiben élünk. Tehát eléggé távol állnak a számok tőlem, ehhez képest mégis egyetlen számra épül föl az egész fikció, mert ugye ez az aranymetszés, ez 1,618, ami mindennek az alapja a természetben, akár egy csiga ház, ahogy fölépült ennek az arányai alapján, az emberi test, a legkisebb szervezetek, akár az univerzum is ugye ennek az arányainak megfelelően épült föl, akár a gizai piramisok, tehát nagyon sok mindenhol fellelhető ez. És ha az ember úgy van kódolva, hogy ezeket az arányokat nagyon szépnek és kellemesnek látja. Kiállításokon találkoztunk legelőször, én ott láttam őneki a fotóit, és csodáltam, tehát a természet fotói is, és ezek az elvontabb dolgok is mind megragadtak, és egyre többet találkoztunk, egyre több kiállításon volt neki, önálló kiállítás, oda is elmentem, és akkor én kaptam itt a Vörös Martin Művelődési Háztól ezt a lehetőséget, hogy kiállítsak itt az idén decemberben. Ez körülbelül egy éve. És mikor néztem az ő munkáit, úgy gondoltam, hogy szerencsés vállalkozás lenne az, hogy ezt mondjuk ketten oldjuk meg, és meg is beszéltem vele, ő örömmel fogadta, akkor még olyan nagyon nem tudtuk, hogy mit állítunk ki, de hogy akkor kellene egy közös dolgot létrehozni, ami azért egyről szól, és úgy fotón, úgy festményen is jól mutat, érthető, és egy témát ölel fel. Úgy gondolom, hogy az ember nem csak az aranymetszés alapján épült föl, hanem minden ember egy aranymetszésben van benne, és annak az arányával él. Akkor jött a gondolat, hogy honnan is indul az ember ebben a spirálban. Van egy kiinduló pont, és onnan haladunk kifele, ugye, mint a hang, tehát innen jött az ötlet, hogy nyilván kifele haladunk, és a végén ugye egyé válunk az univerzummal ebben a spirálban, ami tényleges időverzumunk. És ehhez képest ugye jön az idő, mint mértékegység, ugye ez nem aránylik egymással egyáltalán, ezért érezzük azt, ahogy idősödünk, hogy egyre kevesebb az időnk. Például erre találtam itt magyarázatot az én fikciómban, a történetemben. A látomáson és alkotásokon keresztül a szemlélődő választ kaphat a miért nincs elég időm kérdésre, és a több ezer éve legtöbbet használt szívmotívum magyarázatára, és hogy az hogyan kapcsolódik az időnkhöz. Az egy év alatt, ahogy kutakodtam, ugye több ezer éve, már 6000 éve is használták a szívmotívumot, és nem...
mert akkor is kérdés volt, hogy honnan jött, mert ugye azt tudjuk, hogy nem az emberi szervet ábrázolja, de hát akkor mit? És itt az egy szám alapján, ugye az aranymetszés alapján az én fikcióm ide is vonatkozik, hogyha a két aranymetszést ugye megtükrözünk, az pontosan egy szívet ábrázol. Tehát, hogyha két azonos tartalmú spirál, tegyük fel, találkozik a megfelelő időben azonos tartalommal, ez mint egy tükörképet tud egymásnak mutatni, és én úgy gondolom, hogy ez szimbolizálja a szívet többek között. A kiállítás december 21-ig tekinthető meg, hétfőn 12-től 18 óráig, kettől péntekig pedig 9 és 16 óra között fogadják a látogatókat.